Bálándi Gergely, MSZP országgyűlési képviselője. Sok mindenről beszélgethetünk, kezdjük az MSZP-vel. Most akkor ott a kommunikáció terén hányan kommunikálnak, vagy most ott mi van? Mert délután még más van, mint a mi estére. Ma reggelre még igaz, mint a mi este volt? Jó reggelt kívánok, abszolút igaz. Ezt gondolom, ebben semmi meglepő nincsen. Amikor egy párt választási kampányra készül, akkor először is erősíti a kommunikációs tábját, másodszor is, hogyha valaki ismeri, nyilván ezt kevesen teszik, kevesen ismerik az MSZP alapszabályát, akkor tudja azt, hogy ilyenkor egy választási bizottságot kell felállítani. A választási bizottság mellé rendelt egy plusz szakértőt az országos elnökség, egyébként a párt szóvivők pedig megtartották az eredeti státuszukat. Ugyanúgy, ahogy nem mondott le, felajánlotta a lemondását, amit az elnök és az elnökség nem fogadott el. Azt gondolom, ez nagy különbség, hát ezt a kategóriát ismerik a közéletben, és egészen más, mint amikor lemond és el is fogadja az arra jogosult a lemondást. Gyakorlatilag nincs változás ilyen szempontból a párt szóvivői struktúrában. Az Országos Választási Bizottság mellé kerül egy új szakértő, akinek kifejezetten az lesz a feladata, hogy a kampányban és a pártprogram vonatkozásában szakértő legyen. Így van, ő Kunhalmi Ágnes. Őről nem volt szó az elnökségi ülésen. Azt közölték, hogy ő az új szóvivő. Ki közölte ezt? Tegnap délután még ez volt a hír. A sajtóban. Igen. De nem tőlünk származó információ volt. Hát tőlünk biztos nem. De Kunhalmi Ágnes hogy... igaz információ volt. Kunhalmi Ágnes igaz információ. Valaki eltalálta. Igen, 50% valaki az eltalálta. Az nem rossz órás. Az, hogy kiről gondolkodik a párt, én azt gondolom, az más, mint hogy mi a tény. Lehet, hogy Veres Gábor az lesz, lehet, hogy nem. Én, mint elnökségi tag sem tudom, elnökségi tanácskozási jogú tag sem tudom. De lehetséges, hogy... A tanácsadó testület sem igaz? Bocsánat, elnézést érte a vének tanácsa? Tehát, hogy azok, akik most nem kaptak már látszólag szerepet a 2014-es ciklusra, azok most tanácsadóként ott maradhatnak és dolgozhatnak? Én azt gondolom, hogy ez igaz? Először is azt szeretném mindenképpen az asztalra tenni, hogy arról érdemes beszélni, amiről elnökségi döntés született, nem született elnökségi döntés. Az elnökségben volt szó erről a témáról, ez az elnöknek a feladata és az elnöknek a hatásköre, hogy fölkére egy ilyen testületet, vagy nem kér fel. Én azt gondolom, hogy itt amiről illik most betartani beszélünk, azt, hogy ő jelentse be, hogyha ilyen van. Amiről mi most beszélgetünk, a szivároktatás alapul? Tehát, hogy valaki kikotyogott valamit, ami csak téma volt az elnökségi ülésen, és nem volt döntés róla? De az előző riportban arról beszéltek, hogy a sajtó honnan szerzi az információit. Igen. Én azt gondolom, hogy ezt külső embernek nem kell tudni, sőt, baj lenne, hogyha tudná. Fogalmam nincs, hogy ez az információ honnan ment ki. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy nem örülök neki, hogyha ezek az információk kimennek, nem azért, mert bármi titok lenne benne, hanem azért, mert egy rendszer akkor jó, ha az zárt. Ezzel egyetértünk. Na jó. Azon gondolkoztam. Mondja csak, szívesen válaszolok, hogyha... Azért maradtam csöndbe egy pillanatra, mert azon gondolkoztam, hogy érdemes-e ezzel még, de azt hiszem, hogy a kedves nézők értik a helyzetet. Tehát, hogy vagy itt most az történik, hogy valaki mondott valamit, a sajtó elhitte, aztán estére kiderült, hogy nem úgy van, most ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy van, de most azt mondja, hogy van, amiről döntés van, valamiről még beszéltek, csak mi meg már mindent tudunk, vagy semmit. Én azt gondolom, ezért érdemes a döntéseket kommentálni, és nem a légből kapott híreket, amik néha nem teljesen légből kapottak, néha meg teljesen csak azok. Tudja, úgy van ám azt, hogy az MSZP ember a sajtóban is jobban bízna. Csomószor jön úgy hír, hogy úgy tűnik, hogy az valódi. Mert hogy olyan helyről jön, aztán 10 perc múlva kiderül, hogy mégsem, lásd. Ezért mondom, és én azt gondolom, hogy a sajtó hitelességét is növelni, hogyha arról tudósítana, ami már megtörtént. Persze tudom én, hogy az érdeklődést sokszor azzal lehet fölkelteni, hogyha a sajtó megpróbál előre gondolkodni. Hú, hát a hitelességbe belevágunk, az jó. A párt hitelességét, az MSZP-t nem növelni, hogyha nem szivárognának ki fél hírek? De, kétségtelen tény, hogy ez így van. Mert a sajtónak az a dolga, hogy ezt hírül adja. Ezért mondtam az előzőekben, hogy ha egy rendszer szivárog, az nem jó. Én viszont azt is mellé kell tenni, én azt gondolom, hogyha a párt régi mechanizmusát nézzük, hogy ott mennyi hír szivárgott ki, és ott hogy mentek az ügyek, és most hogy mennek az ügyek, akkor ez a kettő összehasonlíthatatlan. Nyilván egy is több a kelleténél, de most egy esetről beszélünk, én az elmúlt időszakban többet nem is tudnék említeni. Arról, amit Lendvai Ildikó mondott, két helyen is nyilatkozott, és nem tudom, hogy melyik helyen mondta ezt el, hogy a DK-ban nyilvánvalóan meg kell állapodniuk. Ez mennyire elnökségi álláspont? Az elnökségnek nagyon egyszerű az álláspontja, a szövetségi tárgyalásokat lezártuk. Akkor Lendvai Ildikó ezt nem tudja?
Lendvai Ildikó tényleg mondta, biztos, hogy saját szájából jött a mondat. Nézze, Lendvai Ildikó, én azt gondolom, hogy van olyan súlyú és tapasztalattal rendelkező politikus, aki megengedheti magának azt, hogy a nyilvánosság előtt magánvélemény fogalmaz meg. Egyelőre az biztos, hogy ez nem elnökségi vélemény, ezt viszont határozottan meg tudom erősíteni. Igaz-e az az állítás, hogy azt mondta, hogy a személyre szabott jogalkotás újabb elfogadhatatlan példája, hogy az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt ki akarja terjeszteni a kormány. Ez igaz? Na látja, ez már tényes. A sajtótájékoztató hangzott el, úgyhogy erről érdemes beszélni. Ráadásul tőlem származik, hogy még válaszolni. Hogy megkönnyebbült rögtön. Na hát akkor beszéljünk erről egy kicsit. Így el, a másikról is szívesen beszélek. Nincsen semmi. Kimerítjük, és ha van időnk, akkor arra még visszatérünk. Ugye itt arról szól a dolog, hogy 2010 után megválasztott alkotmánybírók mandátumát szeretnék kiterjeszteni, legalábbis ezt a feltételezést fogalmazzák meg. Önmagában talán nem is ez a baj feltétlenül, hanem az, hogy az összes többi bíróra meg másfajta szabályozás vonatkozik, tehát ilyen nagyon furcsán gondolkozunk a bírók életkoráról és a szenilitás fokáról. Hát én azt gondolom, hogy itt nem a bírák életkoráról, vagy az alkotmánybírák életkoráról van szó, hanem a Fidesz helytartók és a nem Fidesz helytartók nyugdíjkorhatáráról. Én azt látom, hogy ha Orbán Viktor azt mondja, és az Európai Parlamentben is ezzel védekezett, hogy azt tessenek megérteni, hogy itt mindenkire vonatkozóan egységes nyugdíjkorhatár van, akkor persze nehéz épésszel belátni azt, hogy hogyan az, hogy egy bíró esetén úgy gondolta a kormány, hogy 62 éves korban már nincsenek a szellemi teljesítőképességnek azon a fokán, hogy dolgozzanak és nyugdíjba kell menniük, de egy alkotmánybíró még 20 évvel később, 82 évesen is, a szellemi teljesítőképességének ugyanazon sőt, a fokán. Hát sőt, most olyan került elő, pont most került elő, hogy mondjuk az egyetemi oktatók és kutatók 70 éves kor fölött nem oktathatnak és kutathatnak. Nyilván azért, mert felrobbantják a laboratóriumot a kutatnak. De alkotmány, De alkotmányról viszont minden további nélkül dönthetnek, és alkotmányossági kérdésekről. Tehát ez a kettő egymás mellett is egyszerre került elő, egészen furcsa. Én azért mondom, hogy személyre szabott jogalkotás, ugyanis az alkotmánybírák 12 éves mandátuma ennél az 5 alkotmánybírónál, akit ez érint, lényegesen előbb járt volna le, mint ahogy egyébként a nyugdíjkorhatárt elérték volna. Ez azt jelenti, hogy ezzel a módosítással van, aki csak 3 évet, de van, aki 8 évet nyert. Többek között 8 évet nyert a Fidesz egyik volt országgyűlési képviselője, a másik volt országgyűlési képviselője csak 6-ot. Nagyon érdekes, és ezért állítom én azt, hogy személyre szabott jogalkotás, amellett, hogy azokat az alkotmánybírókat érinti, akiket már az Orbán kormány nevezett ki, és hogyha visszanézzük a döntéseket és az ahhoz fűzött esetleges különvéleményt, indokolásokat, akkor látjuk, hogy ezek voltak a leglojálisabbak a kormánypártokhoz, illetve a kormányhoz. Ha megnézzük a többi hatalmi ágnál, hogy néz ez ki, akkor ott mindenhol megmaradt a 70 éves korhatár. Tehát az OBH, az Országos Bírósági Hivatal elnökénél, a Kúria elnökénél, a legfőbb ügyésznél, az Állami Számvevőszék elnökénél, és még lehetne ezt sorolni, megmaradt a 70 éves korhatár. És ha megnézzük, hogy miért, hát nagyon egyszerű az oka. Ezek az emberek, akik azt a posztot betöltik, vagy ezeket a posztokat betöltik, azoknak előbb jár le a mandátumuk, mint ahogy a 70 éves kort elérnék. Ha ez fordítva lenne, akkor valószínűleg több helyen változott volna ez a korhatár. Tehát az a baj ezzel a módosítással, azon kívül, hogy lesznek olyan alkotmánybírók, úgy tűnik, akik később mennek nyugdíjba, mint a saját gyerekük, hogyha az a közszférában dolgozik. Szóval az az elvi probléma ezzel. Salamon Lászlónak hány éves a gyereke? Nem tudom. Ugye ő lesz az, aki 78 éves koráig maradhat ezzel a módosítással. Ő lesz, aki 78-ig, de bőven megválasztott később az országgyűlés valaki mást, aki viszont 82 éves koráig tölti be. Zárójelben mondom, hogy van még egy olyan kiegészítő szabály. Kis matekba keveredtem, nem számít. De ne, keveredjünk bele, mert nem csak matematika, hanem közjog is ez, hiszen a 78 éves kora után, tehát amikor betölti azt az, és kitölti a mandátumát teljes egészében, és már 78 éves, ha az utódját nem sikerül megválasztani, akkor további évekre pozícióban maradhat akkor, vagy addig, ameddig az utódja megválasztásra nem kerül. Az azt jelenti, hogy praktikusan, hogyha mondjuk van egyharmad blokkoló erő az országgyűlésben, akkor korlátlan ideig hatalomban tartható egy alkotmánybíró. Én ezt nem tartom egy jogállami és egy normális megoldásnak, az az igazság. A motivációról is beszéljünk. Mert én meg azt nem értettem, hogy egy 62-65-70 éves ember miért ne lehetne erejé és szellemi képességei teljében. Igen, hiszen látunk erre példát. Hogyne, bár azért a közszférában szokás valami optimumot megtalálni, és itt kellett volna találni. Ez a 70 év egyébként, ami a bírákra vonatkozott, alkotmánybírákra és a többi köztisztséget betöltő emberre, ez a magyar jogi hagyományoknak megfelel. Tehát az alkotmánybíróság is egyébként erre hivatkozott, hogy a 1800-as évek végén is
körülbelül itt állapították meg a határt. Az helyes, tehát én azt gondolom, hogyha egy bizonyos életkori határt szabunk a közszférában, de ez akkor is helytelen, ha túl magas, és akkor is, hogyha túl alacsony. A 70 év bevált, annak hagyománya van, nem tudom, hogy miért kellett akár fölfele, akár lefele változtatni ezen. Világos. Ezek tehát, szerint mégiscsak tudja. Előbb itt volt Pálfi István, a KDNP frakció szóvivője. Igen. És a Bajai Vidovics kipattanása kapcsán a büntető törvénykönyv módosításáról beszélgettünk, ami ugye most itt Lex Gavra néven kerül be a jogi köznyelvbe. Ön nem ért annyira egyet vele, mint amennyire ő azt mondja, hogy egyetértés van a pártok között, és hogy mennyire nagyon jó, hogy elfogadták az önök javaslatát is, mert így aztán most már megvan a teljesség. Tehát azért ön külön véleményt fogalmazott meg. Mi a baj ezzel ön szerint? Olyan értelemben, tehát a párton belül ugyanaz a vélemény, mint az enyém, és azt kell mondanom, hogy sajnos képviselőtársam elég sok butaságot, vagy pontatlanságot mondott, végignéztem én is az ő vele készült riportot. Az a helyzet, hogy a céllal természetesen egyetértünk, tehát azzal, hogy ne lehessen a választási kampányt, vagy befolyásolni, vagy mások becsületét csorbítani, ilyen valótlan tartalmú videófelvételekkel, ezzel messze menőkig egyetértünk. Csak azt mondjuk, hogy az erre javasolt, illetve most már elfogadott megoldás szakmailag úgy rossz, ahogy van. Az első tévedése egyébként képviselőtársamnak ott volt, amikor azt mondta, hogy a rágalmaz és a becsületsértés körében, vagy becsületsértés kapcsán a polgári jogban ezt nem lehet megfelelően kezelni. Azt felejti el képviselőtársam, hogy a becsületsértés meg a rágalmazás ez nem a polgári jogi, hanem büntető jogi tényállás. Ez az első tévedés. Hát sajnos. Hát most megtörtént, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így rendben van. Másrészt, amit ön mondott, abban önnek teljesen igaza volt. Abban ugyanis, hogy ez nem más, mint a rágalmazásnak egy speciális esete. Ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor a Jobbik egyszer azt javasolta, hogy legyen büntetőjogi tényállás a biciklilopás. Na most persze, meg a vázalopás is, meg az autólopás is, hát van egy olyan tényállás, hogy lopás, és annak része a biciklilopás is. Hát ugyanerről van szó, hogy lehet a becsületet úgy csorbítani, hogy valami tényt én állítok élőszóban, sajtótájékoztatón, lehet úgy csorbítani a becsületet, hogy valamilyen olyan kézmozdulatot teszek, olyan tényre utaló kifejezést használok, meg lehet úgy is, hogy valótlan tartalmú videófelvételt teszek közzé. Magyarán szólva, a rágalmazás keretén belül ez kezelhető. Ez a tényállás alig hozott többet, szinte semmivel nem hozott többet, mint ami már most is a BTK része. Ha valóban szeretett volna a kormány ebben előre lépni, akkor én azt gondolom, hogy a választási csalással kapcsolatos bűncselekmények körét kellett volna kiegészíteni egy ilyen jellegű tényállással, azaz, hogyha valaki választási időszakban, kampányidőszakban ilyen tartalmú felvétellel kívánja a becsület csorbítása mellett egyébként a választás tisztaságát befolyásolni, ez legyen büntetendő. Ha tehát nem egy kommunikációs eszközül szolgált volna a BTK módosítás, hanem valódi megoldást akartak volna, akkor erre lett volna lehetőség. És azt mondtam, hogy majd a gyakorlat megmutatja, hogy működik-e ez így, vagy sem, meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm szépen a lehetőséget.